Több mint 50 éve, 1962-ben indult a mérnökképzés Szegeden. Elsősorban a térségben népszerű élelmiszeripari és agrárvállalkozások igényeltek jól képzett, gyakorlattal rendelkező szakembereket. A jelenlegi mérnöki kar elődje, az élelmiszeripari főiskola pedig évtizedeken át biztosította a kiváló munkaerőt. Nagyon büszkék lehetünk arra, hogy szerte az országban a korábbi intézményünk nevét, a SZÉF-et mindenki ismeri. A SZÉF rövidítése a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola volt. Az itt végzett műszaki emberek, az itt végzett technológus mérnökök a mai napig őrzik egyfelől az emlékeiket, másfelől pedig reméljük, hogy legalábbis egy úttapasztalat az iparban, mindenütt jó a elfogadottságuk. Az intézmény 1986-tól a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, majd 1998-tól az akkori József Attila Tudomány Egyetem főiskolai karaként működött. 2000-ben a Szegedi Tudomány Egyetemen belül még mindig főiskolai karként jegyezték, ám 2007-től tovább szélesedett a képzési profil, aminek köszönhetően immár a Szegedi Tudomány Egyetem mérnöki karáról beszélhetünk. Az integráció nagyon jót tett ennek a képzésnek, a mérnökképzésnek, hiszen sok olyan disziplinált tantárgyat tudtunk bekapcsolni a képzési kínálatunkba, amely révén a hallgatóink egy kicsit megalapozottabb természettudományokban, biológiában, kémiában, fizikában járatosabb kollégák kerültek ki ezáltal a padsorokból. A képzési paletta az elmúlt években folyamatosan bővült, de a klasszikus szakok megmaradtak. A mérnöki karon két képzési területen 6 féle alapszakból választhatnak a hallgatók. Az agrárterületen a régi hagyományokra építő élelmiszermérnöki mellett gazdasági és vidékfejlesztési, valamint informatikus és szakigazgatási agrármérnök, illetve mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakokat indít az intézmény. A műszaki területen pedig gépészmérnök, továbbá műszaki menedzser szakokra lehet jelentkezni. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogyha valaki nálunk alapdiplomát szerez, az tovább tudjon tanulni mesterképzésre. Ennek megfelelően mind a műszaki, mind az agrárképzési területen minden alapszakunknak most már van olyan kimenete, ami lehetőséget ad arra, hogy tovább tanuljanak a hallgatók. Ennek köszönhetően agrárterületen az alapdiplomát követően élelmiszermérnök és vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakokon lehet tovább tanulni, míg a műszaki területen műszaki menedzser szakirányon van lehetőség mesterdiplomát szerezni. Az intézmény ezen kívül a speciális területek iránt érdeklődőknek szakirányú továbbképzési lehetőségeket is biztosít. Ezek azok a képzések, amelyek a régi struktúrában a szakmérnök képzéseknek feleltek meg, ebből is számosat tudunk kínálni. Az élelmiszeripari higiénia szakmenedzser és a minőségügyi rendszermenedzser mellett gabonatárolási szakmérnök, hulladékgazdálkodási menedzser, műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök képesítéseket lehet szerezni. Hallgatóink az Erasmus és a C+ program keretében külföldi tanulási, illetve szakmai gyakorlat lehetőséget kapnak. Több mint 30 ország beli oktatási intézménye és gyakorlati helyjel van szerződésünk, egészen Finnországtól Ciprusig, illetve Hollandiától Moldováig. A hallgatók 4 hónapra mennek általában tanulni, és 3 hónapra gyakorlatra, de természetesen ennek meghosszabbítására is van lehetőség. Hallgatóink különböző óraszámban, szakjaiktól függően korszerű gazdálkodási, gazdasági, logisztikai, minőségügyi ismereteket is szerezhetnek. Nagyon népszerűek a marketing, a kommunikáció témakörében meghirdetett tantárgyaink, illetve új a turisztikai destináció menedzsment tantárgycsoport, amelyet egyre többen választanak. A Szegedi Mérnöki Kar az egyre szerteágazó képzési kínálatában minden szakjához magas színvonalú tudományos hátteret és modern, jól felszerelt laborokat tud biztosítani, ahol főként gyakorlatokra építő oktatás folyik. Nagyon fontos, hogy a hallgatóknak valóban azt a technikát, technológiát tudjuk bemutatni, ami élen járó. Ebben a laboratóriumban is több olyan kis berendezés látható, található, ami a nagy gépeknek vagy pontos mása, vagy legalábbis azokat a folyamatokat modellezi, ami a nagy berendezésekben, az ipari folyamatokban is megtalálható. A kar büszkesége a 2011 őszén átadott ultramodern D épület.
A közel 1 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően 3300 négyzetméteren az oktatói szobák mellett minden igényt kielégítő laborparkot rendezhettek be. A különböző képzési területeken biomérnöki, folyamatmérnöki, mehatronikai és műszaki diagnosztikai laboratóriumok működnek. Ilyen fejlődésre nyilván az évtizedekben sem volt példa. Ez egy nagyon komoly értékében is, beruházási értékében is komoly előrelépés, és természetesen tartalmában is, hiszen ott olyan típusú laborok, egyéb a műszaki képzést szolgáló lehetőségek vannak, amely egészen biztosan most bárhol Európában felmutatható. Az élelmiszer mérnök, illetve a biomérnök hallgatók számára korszerűen felszerelt élelmiszer feldolgozó laboratóriumok tulajdonképpen majdnem kisüzemnek nevezhető laboratóriumok állnak rendelkezésre, ahol szinte minden élelmiszert kisméretben, kismennyiségben elő tudunk állítani. Emellett aerob és anaerob rothasztó berendezések, különböző számítógépes vezérléssel működő készülékek segítik a gyakorlatorientált képzést. A műszaki szakokon pedig többek között gépészmérnöki és CAD laboratóriumok, valamint kiválóan felszerelt számítógépes kabinet várja a hallgatókat. A laborokban megszerezhető gyakorlat mellett a hallgatók a kar partnereinél testközelből is megismerkedhetnek a munkájuk során rájuk váró feladatokkal. Nagyon fontos eleme valóban a képzéseinknek a gyakorlatorientáltság. Agrárképzési területen a 7. fél év eleve 12 hetes összefüggő szakmai gyakorlat hallgatóinknak. Ezt a felhasználói szférában töltik el, a szakjuknak megfelelően. A karnak nagyjából 200 szerződése van a különböző területekhez kapcsolódóan. A műszaki képzési területen tanuló hallgatók 4 hetet töltenek el ilyen gyakorlattal. Az ottani kollégáink az utóbbi időben növelték a tudományos munka intenzitását, bekapcsolódtak pályázatokba, ezen keresztül újabb forrásokhoz és feladatokhoz jutottak, és én úgy gondolom, hogy ez a folyamat, ami például a pályázatokat illeti, a jövőben, a közeljövőben is folytatódni fog. A szegedi mérnöki kar tanári gárdájának munkájával az egyetemi vezetés mellett a hallgatók is elégedettek. Nagyon féltem az egyetemtől, és azt hittem, hogy a tanárok ridegebbek, nem foglalkoznak annyira, mint a gimnáziumban, de nagyon is közvetlenek. És folyamatosan azon vannak, hogy segítsenek nekünk. A tanári hozzáállás azért nagyon fontos, segítik a diákokat, kölcsönös a viszony, de nem érezzük azt, hogy alárendelve vagyunk, inkább mellé rendelt szerep. A kar épületei 1-től 1-ig a városközponttól néhány percre találhatók. A főépület 2010-ben a belvároshoz kapcsolódó beruházásoknak köszönhetően hangulatos díszteret kapott, valamint megújult a környéken lévő mastéri piacközpont is. Kaptunk egy elég szép kis pihenő parkot, napsütéses, fel lett újítva az egész mastéri piacnak a környéke, tehát egy elég jó ergonómiai elrendezésű kis belvárosi részen vagyunk, tehát pont van levegő, pont van, ami kell, teljesen jó vagyunk itt a középpontban. A diákok kapcsolata nagyon jó az iskolában. Én személy szerint egy kis családnak nevezném a mérnöki kart. Az intézmény egy több mint 200 fős saját kollégiumot működtet a város egyik nyugodt, hangulatos pontján. Emellett a karon a pezsgő diákéletnek köszönhetően a tanórákon kívül sem unatkoznak a hallgatók. Nagyon-nagyon színesek a programok, tehát a hallgató önkormányzat próbál minél több ilyen, mint kulturális, sportolás, illetve egyéb szórakozási lehetőségeket nyújtani. Az egyetemisták bekapcsolódhatnak a mérnöki karon folyó tudományos kutató munkákba. Eredményeiket a tudományos diákköri konferenciák mellett több országos fórumon is bemutathatják. A legutóbbi komoly sikerünk az az volt, hogy szeptemberben a sűrített levegővel működő házi készítésű járművek versenyén hallgatóink 22 csapatból a gyorsulási versenyt megnyerték, ami azért is szép eredmény, mert itt például a Műszaki Egyetem csapata is indult. A fiataloknak, leendő hallgatóinknak azt biztosan mondhatjuk, hogy a szegedi egyetemen szerzett lény szinte bármilyen diploma belépő a munkaerőpiacra, és természetesen ez a mérnöki karra is vonatkozik. Az intézményben a jövőben idegen nyelvű képzés indítását is tervezik. Elsőként az élelmiszermérnöki szakot lehet majd angol nyelven hallgatni. Ezen kívül tovább bővülhet a képzési kínálat. Itt van épp a munkaasztalunkon egy mehatronikai műszaki képzés területű mérnökképzés, ami egy kicsit villamosmérnök, kicsit gépészmérnök, egy kicsit informatikus. A mérnököknek a presztízse az elmúlt 10-15 évhez képest most megindult fölfele, és most egy kicsit más szemmel néznek ránk. Hozzáadott
új érték nélkül egy társadalom nagyon nehezen tud fejlődni, és ebben úgy érzem, hogy a mi karunk tevőlegesen és pozitívan tud hozzátenni.